Mi a helyzet, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán, én Tamás vagyok, a mai videón középpontjában pedig nem más lesz, mint Ahsoka Tano eddigi élete. Vágjunk bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznának. A legutóbbi Mandalori részben végre élő szereplős médiában is debütált Ahsoka Tano, akit a Clone Wars és a Rebels rajongójának ugyan nem kell bemutatni, de te se aggódj, ha még nem ismered, mert ebben a videóban mi most bemutatjuk neked. Ahsoka Tano a Shilly bolygón született a Yavinni csata előtt 36 évvel. A Jedikkel először Plokonon keresztül került kapcsolatba 3 éves korában. Egészen a klónháború kitöréséig a Jedi templomban nevelkedett, ám 14 éves korában mestert választottak a számára, a kiválasztott Anakin Skywalker személyében. Kapcsolata Anakinnal nehezen indult, mivel Skywalker nem akart maga mellé padawant, nem érezte magát alkalmasnak a feladatra, de végül mégis meggondolta magát. Ahsoka a háború során részt vett a Christoph Sisi csatában, ahol megmentette Skywalker életét, illetve szoros barátságot kötött Rex századossal. Ezt követően ott volt Jabba fiának, az elrabolt Rottának a kiszabadításánál is, ahol első ízben csapott össze Asajj Ventresszel, Dooku Gruff tanítványával. Emellett olyan fontos csatákban volt aktív résztvevő, mint a második Geonosis-i csata, ahol barátságot kötött Jedi társával, Barriss Offee-val, vagy a Ryloth-i csata, ahol egy egész vadászszázadot bíztak rá, de Skywalker oldalán harcolt a Felucian is, itt trandosan rabszolga vadászok ejtették csapdába, de végül innen is megmenekült. A élete legnagyobb fordulópontját a Jedi templom ellen végrehajtott bombatámadás jelentette. A Jedi tanács őt és mesterét jelölte ki a nyomozás levezetésére. Miután Mace Windu megosztotta velük azt a gondolatát, hogy a támadásért akár egy Jedi is felelős lehetett, kiderítették, hogy indirekt módon Jakar Bomani volt a merénylő, akivel a párja lett a Turmond robbanó nanorobotokat etetett. Lettát bebörtönözték, ám Ahsoka tovább gyanakodott, mivel nem hitte, hogy egyedül Letta áll a merénylet mögött. Emiatt, hogy további kérdéseket tegyen fel neki, meglátogatta a cellájában, ám mielőtt Letta bármi hasznosat mondhatott volna, valaki, látszólag Ahsoka, az erővel megfojtotta. Emiatt Fox parancsnok és a Coruscanti gárda üldözőbe vette, és Skywalkeren kívül senki nem volt hajlandó hinni az ártatlanságában. Ahsokát a Jedi tanács kizárta a rendből. Később Anakin fényderített az igazságra, a valódi merénylő ugyanis Barriss Offee volt, Ahsoka barátja, aki szerint a Jedi rend letért a helyes útról a háború miatt, hogy fedezze magát, pedig képes volt a barátját is besározni. Barriss bebörtönzése után Ahsokát visszahívta a tanács, de oly mértékben csalódott a Jedikben, hogy úgy döntött, elhagyja a rendet. A megrázó eseményeket követően a Coruscant alsó szintjein élt, ahol találkozott a Martez nővérekkel, akik miatt összetűzésbe keveredett a Pike szindikátussal. Miután Bo-Katan megkereste őt, megtudta, hogy Mandalort titkon Darth Maul kormányozza, így segítségül hívta korábbi mesterét. Eredetileg együtt indultak volna Mandalor ostromára, de Anakint és Obi-Want sürgősen visszahívtak a Coruscantra, mivel a főkancellárt elrabolták. Ezután Bo-Katannal és a 332-esekkel felszabadította Mandalort és elfogta Mault. Amikor épp a Coruscant felé tartottak a hipertérben, őt is utolérte a 66-os parancs. Legjobb barátja Rex is ellene fordult, de az még egy utolsó erőfeszítéssel segíteni tudott neki. Ajtóvadászat indult utána, de később sikerült elkapni a Rexet és eltávolítani annak fejéből az inhibitor csipet, ami agymosott droiddá tette barátját. Így együtt sikerült elmenekülniük és túlélte a Jedi tisztogatást. Ezután Ahsoka a Raada nevű mezőgazdasági holdon telepedett le, ahol közeli barátságba került Kaden és Miara Lartével. A birodalom viszont a Raadát is elérte, tönkretették annak gazdaságát, a helyiek életét pedig megnyomorították. Később így győzte le a hatodik fivért egy Jedi vadász Inquisitort, akitől megszerezte annak megtört fénykard kristályait, és elkészítette a lázadókban is látott fehér kardját. Bail Organa segítségével sikerült kimenekíteni a helyieket, és Fulcrum ügynökként segítette a lázadást. Szintén Fulcrum ügynökként a Lotálon tevékenykedő szellemlegénységének is segített, ennek a lázadó sejtnek tagja volt két másik Jedi, Kanan Jarrus és Ezra Bridger. Velük azután került személyesen is kapcsolatba, hogy sikeresen kimenekítették az elfogott Kanant Tarkin kormányzó csillagrombolójáról. Ahsoka elkísérte Kanant és Ezrát a Malakorra is, a szitek ősi világára, ahol azt remélték, hogy olyan tudással állnak, aminek a segítségével könnyebben legyőzhetik a gonosz megtestesítőit. Ahsoka itt találkozott először újra hajdani mesterével.
meg akarta menteni a néha Anakin Skywalkert a sötét oldaltól, a Mekkor Vaderben még mindig olyan erős volt a harag és a gyűlölet, hogy egykori padawanja se tudott ráhatni. Vader és Ahsoka megküzdött egymással, de a párbaj végkifejletéről ekkor még semmit sem tudtunk. Később a szellem legénysége a Lothali Jedi templomon keresztül hozzáfért a világok közötti világhoz, ahol Ezra bele tudott nyúlni a téridő kontinuitásba, és kimentette Ahsokát Vader halálos csapása elől. Együtt megakadályozták, hogy Darth Sidious bejusson ebbe a rejtett dimenzióba, majd Ahsoka visszatért a saját idejébe, ahonnan Ezra eredetileg is kimentette, csak épp nem Vader karmai közé. Ahsoka ezután tudomásunk szerint tevékenyen nem vett részt a polgárháborúban, a Malachor után egy időre eltűnt, nem tudjuk, hogy 4 évig pontosan mit csinált. Ezután valamikor az Endori csatát követő első évben Sabine Wrennel együtt indultak Ezra Bridger keresésére, aki a Lothal felszabadításakor tűnt el Thrawn főadmirálisra annak csillagrombolóján. Öt évvel később láthattuk újra, amikor a Corvus nevű bolygón találkozott a Mandalori fejvadásszal, Din Djarinnal és Groguval, akit eddig Baby Yoda-ként ismerhettünk. Din segítségével felszabadította a Calodan városát a kegyetlen magisztrátus Morgan Elsbeth uralma alól. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy neked hogy tetszett ez a videó. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot! Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erről legyen veletek. Sziasztok!